és élne, hányan követnék a szellemét. Gondold el, ha most is élne, hányan támadnának haraggal reá. Jelkép lett a nép, de forró fejét kőbe vésve láthatod sok íróasztalon. Gondold el, ha most is élne, milyen csendben hallgatnák a verseit. Én nagyon szép gondolatnak tartom, hogy Balatonszárszó mindig is szívén viselte a továbbélő József Attila ügyét, hogy itt a 70-es években szavalóversenyek voltak, két évenként egymás után, és utána nem hagyták veszendőbe ezt az örökséget, mivel hallottuk, hogy már hatodik éve egymás után találkozhatunk itt, a továbbélő József Attila jegyében, annak a József Attilának jegyében, aki számított arra, hogy őt szeretni fogják. És íme azt látom, hogy Balatonszárszó e tekintetben példát ad az országnak. De nekem nem régen jutott tudomásomra, hogy József Attila, aki, és itt ez Szárszón azt hiszem majdnem fölösleges hangsúlyozni, az egész nemzet költője, még ma is az úgynevezett munkás mozgalmi síremlékben hever, én ezt botrányosnak tartom. Én azt hiszem, hogy Szárszó is tehet valamit azért, hogy József Attilát a munkás mozgalmi intézetnek a síremlékéből kihelyezzük a kerepesi temetőbe az őt megillető magyar nemzeti sírhelyre. Ezt ma este, amikor a Vigadóban a televízió is közvetíti majd a költői estet, újra el fogom mondani, és mozgalmat szeretnék indítani József Attila valódi eltemetése mellett. Akik ma itt összejöttünk József Attila szobra körül, minket a magyar nyelv, a magyar vers és a magyar költészet szeretete hozott ide. Ez a nyelv volt Európában mindenkor a magyarságnak az őre. A költészet napja alkalmával tehát tisztelettel köszöntöm itt és innen nyelvünk hivatott művelőit, az itt álló és az országszerte élő magyar költőket, és nyelvünk költői erejének és szépségének hirdetőit, a magyar versmondók táborát. Ők a nemzetünknek fegyvertelen, de legerősebb katonái. Tisztelet és szeretet és támogatás illeti őket, mert nem csak nyelvében él, de nyelvéből nő is a nemzet. Manapság egyre többet kell beszélnünk a költészetről, mert elfogadtuk azt a hisztériát, elfogadtuk azt a mindennapi kopár, lidérces és kíméletlen fecsegést, hogy vége az irodalomnak, hogy vége a költészetnek, hogy most már az embereket nem érdekli. Ha valaki azt hiszi, hogy a költészetnek vége van most, az ítéletet mondott a régi irodalom fölött is. Mert ne higgyék azt, hogy ha ma nem születnek költők és nem írnak verset, holnap majd a Dantékat, a Villonokat, a Baudelaire-eket, a József Attilákat újra fogják olvasni, nem fogják olvasni őket. Mert igenis az újra támadó költészet támasztja föl a régi klasszikusokat is mindig. És erre szükségünk van. Ezt az összefogást látom, ezt a lelkes lendületet, amelynek nagyon örülne József Attila, ha élne, és kipróbáltam most a Somlyó Györgyön, aki hosszú idő óta
először van itt, és el van ragadtatva éppen ettől, hogy milyen tisztán szól a szöveg, és hogy mennyire természetes a József Attila iránti húzgalom, és egyáltalán a költészet szeretet. Tehát ez a cél. Évek óta Nemes Márta a főszervezője a költészetnapi rendezvény sorozatnak, és eddig sajnos még soha nem láttuk a kamerának ennek az oldalán, mindig megbújt a háttérben, most is nehezen állt kötélnek a beszélgetéshez. Tulajdonképpen miért van ez, Márti, hogy te szeretsz inkább a háttérben maradni ilyenkor? Azt hiszem azért, mert egyedül nem igazán indokolt, hogy egyedül itt állok. Jó néhányan itt kellene, hogy álljunk a kamera ezen oldalán, akkor, hogyha arról beszélünk, hogy eddig a háttérben voltam, mert nem csak egyedül voltam én a háttérben, hanem nagyon sokan, az egész nevelőtestület, mindazok, akik ezért a napért dolgoznak, dolgoztak én már most már 10. alkalommal is. Jobban szeretjük mi úgy előkészíteni a háttérben az ünnepet azért, hogy másoknak talán örömet tudjunk szerezni, talán tényleg egy picit ünneplőbe tudják költöztetni a szívüket, mert ez a szándékunk, és a mindennapok gondjai közepette, a nehézségek közepette egy kicsit sikerüljön kikapcsolódniuk, és ha még azt is elérjük, hogy ezek a gyerekek, akik ma több mint 100-an itt vannak, mint versenyzők, és a felnőttek, a kísérők, a nevelő tanárok hazamenvén előveszik József Attila verses kötetét, vagy bármelyik költő verses kötetét, és egy verset elolvasnak, akkor azt hiszem, hogy méltóképpen emlékeztünk nagy családban a költészet ünnepéről. Adjon az Isten! A költészet ünnepén a barátság a nemzet lelki ismeretének ébren tartói, ápolói és kivirágoztatói ünnepén meghatódottan emlékezem Fodor Andrásra, éppen úgy, mint József Attila szellemének továbbvivőjére és kiteljesítőjére. Hadd idézem Gyárfás Miklósnak azt a mondatát, amely így szól: a barátság olyan, mint a remek mű. Tovább tart a halálnál, és nem mindennapi. Fodor András életében, törekvéseiben és célkitűzéseiben a hazaszeretet és a barátság olyan fontos tényezők voltak, amelyek maradandóan mutattak példát a következő generációknak. József Attilának sok arca volt az elmúlt évtizedekben, és ezek az arcok rendre meghamisították őt. Hogyha az igazi József Attilát keressük, akkor a nagy verseit olvassuk el, az eszméletet, az ódát, életének a kései verseit. Ezekben valóban ott van a világgal, a mindenséggel, a végzettel, a sorssal, az emberi sorssal viaskodó embernek és költőnek a gondolata, a felismerései, a tapasztalatai és az üzenetei. Ölelj át egy fát! És ha képes vagy ezt az ölelést átélni, akkor azt hiszem, hogy megérzed azt az emelkedettséget, amit itt, Szárszón évről évre átélhetünk. Most érkeztünk ezt helyre, a
versemet, énekemet mondom kedvemre. Olyan világban szeretnék élni, ahol a tiszta szavak nem dadognak. József Attila is ilyen világban szeretett volna élni. Minden áprilisban, ha 100-szóra érkezem, megremeg bennem a remény, hogy talán nincs minden veszve. Mert az emberek alapvetően nem hazugoknak, árulóknak, gyilkosoknak születnek, hanem ártatlan kisgyermekeknek, akikből aztán mi felnőttek nevelünk olyan gyermekeket, olyan embereket, amilyeneket. Rajtunk, felnőtteken múlik hát minden. A mi felelősségünk a tanítás, a példamutatás, az okos és következetes tiszteletadás és tisztelet elvárás, az igaz szavak kimondása és a hamisak megvilágítása. Itt Szárszón minden évben a tiszta szavak szólnak, amelyek nem dadognak. Legalább ezen a napon, a költészet ünnepén. És nekünk pedig az a dolgunk, hogy igyekezzünk minél több ilyen erkölcsileg tiszta, léleknemesítő napot varázsolni a hétköznapjainkba, mert valahol mélyen a tudatunk mögött, a szívünk rejtett zugaiban valamennyien hiányoljuk a tiszta és őszinte szavakat. A költészet a számomra is nagyon fontos, és Szárszó pedig már az életem része. Most hallottam itt, nem is tudtam, hogy már 10 éve járok ide. Ennek nagyon meglepődtem rajta. Én úgy érzem, hogy örökké mindig ide jártam, és szívesen jövök, mert úgy gondolom, hogy jó dolog az, hogy egy kis község képes arra, hogy 20 éven keresztül folyamatosan őrizze József Attila és a költészet emlékét. Én ezt nagyon jó dolognak tartom, és bármikor hívnak, mindig szívesen jövök. És remélem még lesz 20 év, amikor megtartják ezt a rendezvényt. Szorítsd üres szívedhez, vagy vessel minden elvet, s végre végű szerelmet. Hisz, mint a kutya hittél, abban ki bízta benned. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi a fűkidő utána. Azt mondják, lehet véra nélkül élni, lehet irodalom nélkül élni, de megkérdezem, érdemese. Akik itt vannak, akik 23 évvel ezelőtt megálmodták a mai napot, azok minden bizonnyal úgy gondolták, hogy igen, ebben a világban, ahol megoszt bennünket a diszharmónia, de ehhez tudnunk kell azt, hogy szeretnénk-e mi magunk, a szüleink, a tanáraink oda telepedni a szépség tövéhez, és megérezni valamit abból a harmóniából, amit egy-egy vers, egy-egy prózai mű, irodalmi olvasmány nekünk jelent. Igen, akik ti most itt vagytok, a tanáraitok, a szüleitek, azok minden bizonnyal fontosnak tartják ezt. Aki pedig a magyar nyelvet fontosnak tartja, élteti, az ezzel együtt szerintem nemzetet is ment. Kedves ifjú versmondók, kedves lélekben ifjú versszeretők, mind akik itt vagytok ma Balatonszárszón, a költészet napján, a vers miatt, a költészet miatt, József Attila miatt vagytok itt. Mind akik itt vagytok ma, egy olyan szentélybe léptek, olyan szentélybe lépünk, amit a költészet halhatatlanjai építettek, ködből, csöndből, szóból, gondolatokból, hitből, érzésekből. Beléptünk a Szentegyházba, ahol ma a szépség koldusáért szól az ima. Emberek, magyarok, íme a költő, aki indul magasba és mélybe, József Attila. Szeressétek és fogjátok pártját. József Attila, akit a múzsa avatott pappá, a szépség és igazság magyar templomában. Üzenet József Attilának.
külvárosaid bennünk füstölögnek, virágot nyitnak a véres földnek. Most a mama nekünk tereget ruhát, eszméleted mi bennünk költ csodát. A szépség koldusa nálunk kéreget, fiatal életek indultak el veled. Ha kiáltasz, a föld most is dübörög, a legszegényebbek bánata örök. Plakát arcúak csapata jött feléd, hogy meghallgassa a kozmosz énekét, és csörömpölő szavad bensődből vezérelt, forradalmaidat tovább vívjuk, érted? A nincsnek bennünk termet újra bokra, világunk mégsem hult szét darabokra. Emberség, magyarság csak-csak megadatott, boldogabb éneked dalolja a valót. A szép szó szerelme titkokat nyitott, új életet teremt, ami van, ami volt.